Sziasztok, Charlie vagyok, ez pedig itt a Párásító Podcast. Akik velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pipko Krisztián. Azaz Krisztián. Na, mi történt a héten? Honnan kezdjük? Hát szerintem akkor kezdjük a... Kezdjük a jóval. Olyan is volt, várjál! Kezdjük a téved szával, mert azt kezdtük el éppen kitárgyalni. Tehát Krisztián, mondjam egy pár szót, mert ugye abból, ahogy beszéltünk, itt kiderült, hogy utána néztél ennek a történetnek. Hát még az első levelüknél, még amikor a háromoldalú egyeztetés zajlott, akkoriban a TVECA nevezetű forgalmazói szövetség írt egy nyílt levelet az Európai Bizottságnak, amelyben gratuláltak nekik a jól végzett munkához, és közölték továbbá a levélben, hogy ugyan néhány ponttal nem értenek egyet, de nagyon támogatják. Hát erről Clive Batesonnak idején még írt is egy blogposztot, hogy egy kicsit ilyen identitászavaros a történet, hogy nem értenek vele egyet, de melegen fogadják a történetet. Na, a lényege az volt, hogy ők benne vannak abban, hogy az elektromos cigaretta szabályozása a dohánytermékek direktíváján belül, ez egy nagyon remek történet, és hogy ők üdvözlik az onnan kipattan dolgokat. És aztán ez odáig fajult, hogy most a napokban, a héten szintén küldtek egy levelet, amiben arra buzdították az Európa Parlament elnökét, hogy semmiképpen ne menjen bele abba, hogy a 18-as cikkelyről, nevezetesen az elektromos cigarettával foglalkozó cikkelyről, külön pontjairól külön lehessen szavazni az Európa Parlament. Ezt lobbizták, és megint megerősítették az európai politikusokat arról, hogy ők már pedig nagyon örülnek, és közben mellette még domborítanak az érdemeiken azzal, hogy megpróbálják úgy beállítani, hogy ők a domináns forgalmazói szövetség Európában. Ja, egy kicsit szétnéztem is az oldalukon, és ilyen tényleg ez a fajta tudathasadásos történet van, hogy egyrészt ugye a tudományos tényeket próbálják meg, és az igazságokat az e-cigarettával kapcsolatban föltárni, mekkora a fogyasztói bázisuk, stb. Stb. Ugyanakkor pedig nyilván egy iparági szemlélettel néznek erre a dologra. Épp azt beszéltük, hogy az első szabályozások egyike az pont olyan volt, ami gyakorlatilag kizárta volna a harmadik generációs eszközöket a forgalmazásból. Még az is lehet, hogy itt picit nagyobb lobby érdekek vannak mögöttük, de hogy nem kimondottan a vaperek érdekei mentén gondolkoznak, az szerintem egyértelmű a kommunikációjukból. Hát az csodálatos volt még az első levelük után, mert hogy megemlítenek nemzeti forgalmazói szövetségeket, hogy kik az ő tagjaik, és másnap bejelentkezett, ha jól emlékszem, a francia forgalmazói szövetség, hogy köszönjük szépen a lehetőséget, de ők egyáltalán nem értenek egyet ezzel a közös nyilatkozattal, és abszolút a megkérdezésük nélkül kommunikál a TVECA ez ügyben. A másik ilyen, ami volt ugye, hogy a feldűjödött vaperek azonnal elkezdtek nyomozgatni, hogy kik ezek, mik ezek, mert nagyjából a semmiből bukkantak elő egyszer csak hirtelen, mint domináns forgalmazói szövetség Európában, és ez pletyka meg spekuláció, de hogy ilyen nagyon gyanús körülményeket sikerült föltárniuk, hogy egy európai dohányforgalmazói szövetség ugyanazzal a vezetővel ugyanarra a címre van bejegyezve, mint a TVECA és hasonszörű történetek, úgyhogy egy kicsit ingoványos, kicsit sötét a dolog. Hát tipikusan az a történet, amikor azért hoznak, ja és hát persze azért hoznak létre különböző szervezeteket, hogy a látszat tagok száma növekedjen. Mondjuk nem ilyen a vaperek szövetségét, egyesületeit összefogó európai kezdeményezés. De nyilván nincs akkora lobby érdek mögötte, mint a TVECA mögött. Na és akkor szerintem folytassuk az amerikai örömhíre, hogy... Csodálatos, ezt épp most olvastam a Phil Busardónak az oldalán, hogy
mindenkit arra ösztökél, hogy írja alá a következőt, de nekünk legalábbis elég csak elolvasni. Fantasztikus dolgot írnak, kint is elgurult a gyógyszer, elég rendesen. Ott úgy tervezik, illetve az a céljuk, hogy egy ilyen laza 95%-os büntetőadót rójanak ki az e-cigarettára, és majd a show notes-ba belinkeljük, van itt egy tervezet, ami ezt leírja. Körülbelül egyébként ugyanúgy néz ki ez a tervezet is, mint az összes többi, tehát leírják, hogy mennyire nincs alátámasztva ez az egész, leírják, hogy mennyire nincs ebben pénz, ellenben a dohány lobbival, illetve a hozzá fűződő gyógyszeripari tevékenységekkel, és az a blog, ahol én ezt találtam a Buszárdó linkje alapján, természetesen ők is szépen felsorolták az összes .gov-val végződő e-mail címlistát, és hogy kikinek a szenátora, és kinek lehet írni, mi a telefonszámuk. Szóval azért ne gondoljuk, hogy csak itt Európában ilyen rossz a helyzet. De ahogy én értelmeztem, ezt csak Washington államban akarják. Igen, tehát ez az állami törvényhozás. Igen, de hát hogyha megnézzük azt, hogy mit tudom is én, New Yorkban, ha jól emlékszem, szabadtéren már nem lehet használni. A repülőterekről kiadtak, annó találtam egy interaktív térképet, ahol bejelölték, hogy melyek azok az amerikai Egyesült Államokban levő repülőterek, ahol egyáltalán engedélyezve van, vagy csak egy meghatározott helyen, tehát ott is egyre több a piros. Nem látok semmi jót én emögött a kezdeményezés mögött, hát illetve ugye a buszárdóik, amit tolnak, hogy szépen ők is keressék meg a képviselőiket, hát ez egyértelmű, hogy minden oldalról támogatandó, ez az ő harcuk, ő csatájuk, de érdemes elgondolkozni, hogy ugye ez nem csak Európában hódít, úgymond. Úgyhogy mindenki rámegy erre, hiszen súlyos adóforintok esnek ki így a kasszából a dohánytermék nem megvétele miatt. Lassan ezt az e-cigi segélytérképet át lehetne alakítani ilyen világtérképé, hogy hova költöz, hogyha e-cigarettázni szeretnél, mely országokban van szabad e-cigaretta használat, és mely országokban nincsen szabad e-cigaretta használat. Tehát ez tényleg siralmassá kezd válni az egész történet. Hát ez elképesztő, hogy alig másfél év leforgása alatt a békéből és a nyugalomból eljutottunk oda, hogy jóformán a világon mindenhol nyakig ér a híg, kaki. Hihetetlen. Hát szerintem ez pont jól lehetett látni, ugye, hát nem sokkal több időt telt el mondjuk az első eldobhatós cigi formájú történet, meg a mostani modok között, tehát az sem egy ilyen 5-10 éves történet. Igen, mondjuk nyilvánvaló az van az egész dolog hátterében, hogy egy ugrásszerű növekedésnek indult a felhasználói tábor, tehát addig ez senkit nem érdekelt. Gondoljatok csak vissza a fórumra, hogy 2-3 évvel ezelőtt nem voltunk 1000-en fönn a fórumon. És jött egy ilyen robbanásszerű növekedés ott is, egyre többen érdeklődtek az e-cigaretta után, és egyre többen lettek felhasználók. Nyilván van egy folyamatosan megújuló réteg, amelyik kipróbálja, aztán vagy áttér, vagy abba hagyja, de azért az világméretekben igen nagy. Szerintem a problémák azok ott kezdődtek, amikor elkezdtünk növekedni, mint tábor, mint e-cigis tábor. Ugye gondoljunk csak vissza a fórumra, hogy 2 évvel ezelőtt nem voltunk 1000-en, most meg majdnem 4000, vagy már lehet, hogy túl is lettük a 4000-es
tagságot. Esetleg, hogyha valakinek, bocsánat, hogy közbeszólok, kicsit fura lenne, hogy ezt már az előbb mondtad, vagy nem mondtad, volt itt egy apró technikai malőr, úgyhogy azért kellett... De gondoltam, hogy ezt majd megvágod. Hát én nem vagyok az a típus, aki ilyeneket megvág. Úristen! Nyersek vagyunk. Kérek egy perc csöndet. Kérek egy perc. Úristen! Igen, szóval sokan vagyunk. És akkor innen folytatjuk tovább a gondolatmenetet. Most a 95%-ra jutott eszembe, nem tudom, hogy már melyik országot, vagy Tajvant, vagy én nem tudom, mit olvastam, hogy ott is elég menő módon betiltottak valamilyen elcigis történetet. Nem tudom, hogy Tajvan, most csak a használatot, Tajvan, vagy a Tajvan, forgalmazást. Tajvan volt az. Csodálkoztam is rajta, hiszen az elcigaretta forgalom Tajvanon keresztül bonyolódik egy jó része a free post történetnek, és hát itt szerintem mindenki félrenéz valamit, vagy ordas haszon mentén dolgozik a dohányipar, és esetleg a gyógyszeripar, de ezt már ki sem merem mondani, és ha már itt tartunk, akkor... Én mondanék számot is egyébként ehhez a növekedéshez, mert hogy az a becslés, hogy évente megnégyszereződik az elektromos cigarettások száma, és ezt nagyjából bizonyítottnak is tekinthetjük, legalábbis magyar viszonylatokban mindenképp, mert ugye a januári OFI felmérés szerint ilyen nagyjából 100 000 magyarországi felhasználó van, és egy évvel ezelőtt, amikor utoljára néztük a forgalmazói adatok alapján, amit tudni lehetett, akkor meg ilyen körülbelül 20 000-ről beszéltünk. Úgyhogy szépen látható ez a négyszereződés valóban. Ez a processzorokra is jellemző egyébként, hogy a teljesítményük évente duplázódik, ugye? Igen, ez a Moore törvénye, igen. Igen, ez a Moore törvény, akkor az e-cigarettásokra ez fokozottan igaz. A Moore törvénye. De hát a másik történet pedig az, hogy ugye egyrészt emelték a dohánytermékek árát, a másik része az, hogy szinte mindenhonnan kitiltották a dohányosokat, és az e-cigaretta látszott egy olyan intelligens választásnak, ezt annyira szeretem mindig elmondom, ez egy intelligens választás, egy olyan intelligens választásnak, amelyik gyakorlatilag kikerülte ezeket a dolgokat, és még ráadásul ugye a károsságát tekintve is jóval a cigaretta alatt van, mondjuk talán ahhoz mérten 1%. Ezt az 1%-ot azt hiszem a 95%-os büntetőadó kapcsán is leírják a blogon, úgyhogy a számot, ha nem is hivatalosnak, de tekinthetjük iránymutatónak. Mindenféleképp az a múltkori podcastben is elhangzott, azt hiszem Krisztián mondta, hogy a Farcellinus kutatásai szerint gyakorlatilag egy életen át tartó e-cigarettázás, az 3 havi dohányzással ér fel. Igen. Annyi a veszélyességi faktora. 100 cigaretta bevételéhez, tehát az 100 cigarettának megfelelő nikotin bevételéhez, bár itt jó lenne tudni azért igazából, hogy hány milligrammos cigarettáról beszélünk, meg hány milligrammos likvidről, de nagyjából ugye fél órát kell gőzölni, hogy ugyanazt a mennyiségű nikotint bevidd, amit egyébként 5 perc alatt így zsupsz, tehát ha így tekintjük, akkor a cigaretta az a bitangerős 18 éven fölőek hallgatnak úgyis bivaj basznádi 60 fokos felespálinka. Ehhez képest az e-cigaretta az egy nagyon kellemes, könnyű bor, amit hosszan és sokáig lehet kóstolgatni és iszogatni. Hát meg nem szabad itt figyelmen kívül hagyni azt se, ugye, hogy az e-cigi
fél óra elcigizés alatt csak még pusztán nikotinról beszélünk, és nem a szokásos körítésről, ami a cigarettával jön az ember szervezetébe. De egyébként én nem értem, hogy miről beszéltek. Hát az elektromos cigaretta az nem egy olyan dolog, amiről még mindig nem tudunk semmit. Hát ugye azt se tudják igazából megmondani, hogy azzal, hogy te párologtatsz, azzal mi az, ami felszívódik, mi az, ami nem. Nem, attól függetlenül, hogy rá van írva, hogy 12 mg-os, vagy 6 mg-os, vagy teljesen mindegy, most milyen számot mondunk, nem tudjuk, hogy mennyi jut exaktul a szervezetbe azáltal, hogy ilyen, olyan, amolyan módon, fűtőszállal, akárhogyan elpárologtatjuk, és azt belélegezzük. Belélegezzük torokra, vagy letüdőzzük, mert az sem mindegy, vagy nyálkahártyán keresztül, szóval... A történet másik, illetve nagyon sok oldala van ennek, de az egyik oldala az, amit egyszer a Krisztának beszélgetés közben vetettünk így föl, hogy képzeld el, ezt a gyógyszertörvény alá, meg gyógyszerszabályozás alá vagyunk vonva, de egyetlen egy gyógyszergyártó sem tülekedik a sorba, hogy már pedig én itt vagyok, és likvidet fogok neked árulni. Igen. És bemegyek a patikába, és választhatok a piros pirulákat gyártó gyógyszergyártó cég termékei közül, vagy a sárga négyszöget gyártó gyógyszer, vagy a fehér háromszöget, tehát nincs ilyen. Tehát rendben van, hogy gyógyszer, de hol tudom megvenni? Hol az az orvos, aki ezt nekem fölírja? Igen. Igen, ez évként hangzott el a gyógyszerszabályozás mellett ugye egy beszélgetés során, hogy mégis mi a baj a gyógyszer szabályozással, mert hiszen a gyógyszertárba lehet kapni, akkor majd a gyógyszergyártók ezt szépen csinálják, és ha már kettő van, akkor verseny van, és majd ők versengenek a vaperek kegyeiért, stb. És csak, ez csak az a probléma, hogy a magyarországi abszolút törvénytelen gyógyszerszabályozósdi az másfél éve tart, és valóban, ahogy Fifika mondta, hol vannak ezek a kegyeinkért versengő gyártók, mert mi még nem találkoztunk velük. Tehát én nagyon szívnék aspirint, vagy más hatóanyagot is tartalmazó fejfájásra, vagy nem tudom én, ilyen zsibbadás elleni e-cigarettát, de nincs. Tehát, lehet, hogy rossz helyen keresgélsz, és akkor egy roppant elegáns átkötéssel azt a témát dobnám föl, hogy másik lefoglalása munkahelyen. Nála biztos kaphattál volna ilyet. Beszéljünk egy picit erről is. Ez annyira engem, megmondom őszintén, hogy nagyon ambivalens érzések fognak el ezzel a dologgal kapcsolatban. Ugye egyrészt valaki rám írt, amikor ez a történet felvetődött a fórumon, és én így beleolvastam, és zsigerből, igen, kiállunk, és nem olvastam végig a történetet. Tehát az utána esett le nekem is, hogy ő valami olyasmit írt, hogy neki ez volt az életvitelszerűen 100-110 millis likviddel mászkálok a hátisába. Mármint, hogy de nem valami olyasmi volt. Mert én ilyen gurman vagyok, tudod? Tehát így most sem mindegy, hogy milyen színűben van a kőbányai, tudod? Zöld üveges vagy barna üveges. De valami olyasmi, hogy talán egy literes bálomba volt neki a történet, az alaplé, és mellette voltak az üres üvegcsék talán? Hogy majd ő ott ízesíti épp, amire kedve van. Tehát ez az amerikai betörőtől, amikor befelé nyílik az ajtó, és ő kifelé akar menni, mert odállok három darab biztonsági kamera elé a gyárkapuba, és nyilvánvalóan tök ártatlanul mondom, hogy én ezt nem árultam. Én ezt itt osztogattam. Valami ilyen izéket adtak, ugyanilyen szögletes papírdarabokat, de hát én azt nem tudom, mire való. Hát erősen Darwin-díjas. Hát én is azt gondolom egyébként, ugye a történetnek a legrosszabb oldala egyébként az, hogy ezzel tényleg ártunk az e-cigaretta ügyének. És ugyan még senki nem dobta piacra az ugízű likvidet, de ezzel ártunk a legtöbbet. A harmadik dolog pedig az, hogy amikor még azt gondoltam, hogy ez tényleg egy ártatlan történet. Ezt akartam mondani, hogy tudatlanul fölvetném, hogy most akkor
És a fejlemény mi van ezzel kapcsolatban? Borzasztó rosszul érintett a dolog, mert ez már testközeli. Tehát addig, amíg egy forgalmazóval történik, meg persze az ember kiáll, meg ú, meg izé, de hogy már a vaperek is, hogy már nincs senki biztonságban, és kimész az utcán, és majd jön a rendőr a gyors tesztel, és így kijönti a likvidet a kis készülékébe, amit szívsz, és nikotinos, és visznek a börtönbe, és tudod, így néznek rád a gyilkosok, ú, ott megy a likvides, Istenem. Tehát nem, egyszerűen annyira... Ez lesz majd a shitten a neve. Jön a likvides, jó. Jön a likvides. Tehát a likvidátor. Külön zárkában tesznek, mint a... Hát az annyira durva, ne tudjátok meg, nagyon veszélyes a figura. Nagyon, tehát tényleg, és szóval... De azóta még... téged keresett, vagy az Egyesületet? Nem, semmilyen szinten. Egyrészt, másrészt még az is megfutott, vagy megfordult a fejembe, hogy az egyik fórumtársunk trükkös története, mert hogy annyi hozzászólása volt, amennyit ezzel kapcsolatban produkálta a fórumon, bár a regisztrációja az korábbi. Most én is láttam valami figurát a fórumon, aki 3 hozzászólással beírta az adokveszekbe, hogy nikotines likvidet keres, és hogy PM-ben üzenjenek neki, szóval ezzel is óvatosan bánnék. Nyilvánvalóan, hogy a törvény az a saját fogyasztást nem kriminalizálja. Bár ezt mi megkérdeztük annak idején egy levélben a minisztériumot, hogy mi számít saját fogyasztásnak és mi nem, és azt a választ kaptuk, hogy ennek a dolognak a megítélését az eljárást végző rendőrségre vagy bíróságra bízza. Szerintem egyetlen egy dolog van, hogyha ha te nem kereskedsz vele, hanem tényleg a saját szükségleteid kielégítésére tartod otthon a nikotinos likvidedet, akkor igazából ez nem hiszem, hogy kimeríti a bűncselekmény fogalmát. Bár ugye a jogszabályok folyamatosan és az állásfoglalások is folyamatosan változnak. Hát de a jogszabály nem tudása az nem mentesít az felelősségre vonásáról. Ez nekem nem sok biztonságérzetet ad egyébként, amit mondtál, mert az, hogy majd a bíróságon eldől, az azt jelenti, hogy alapvetően följelenthetnek bármennyivel, és majd a bíróság eldönti, hogy mi van. Jött a héten hozzánk egy házaló ügynök, ami csak később derült ki. Csöngetett, kopogtatott, XY urat keresi, aki ennek és ennek a cégnek a érintett vezetője. Igen, jó helyen kopogtat. És abban a pillanatban átfutott rajtam, hogy Atya Úristen, ez nem-e navos? Hol van a likvidem? És akkor megkérdeztem, hogy milyen ügyben? És akkor jött valami, hogy nem késkészlet, hanem mit tudom is én, valami étkezési jog, meg a franc se tudja már mit akart, akkor egy picit lehullottak ki a szívemről, és mondtam neki, hogy csókolom a drága kezét jobbat balt, és aztán váljunk el egymástól érzékenyen. De na, szóval már mikor az embernek ilyen is az eszébe jut? Hát ez a fekete autófrász lesz, figyeljétek meg. Tehát. Egyébként van most a másik ügyben valami, hallottatok róla? A pécsi lefoglalásról? Én nem még. Aha. Én a hétvégén fogok, ha minden igaz, test közelbe kerülni Enzsóval, tehát nem kell semmi rosszra gondolni, tehát egy asztalnál fogunk ülni. Ezt már bebuktad. És hát természetesen át fogjuk ezt a dolgot is rágni, úgyhogy ez szerintem legyen a jövő hét. Ezzel a lefoglalással, meg a életszerű, egyliteres munkahelyre vívős történettel kapcsolatban itt sónozva beraktál 2 linket, és erről azt hiszem, hogy múltkor beszéltünk is, és lesz még majd itt egy másik cikk itt a félretájékoztatás kapcsán, ami benne van, hogy jött itt pár
hozzászólás, sőt a fórumon is írta valaki, bedobta újra ezt a fél éves linket körülbelül a kamaszpanaszon, ahol leírják az elektromos cigaretta veszélyeit és mellékhatásait. Az egy régi írás. Tehát igen, tehát ez, ahogy átvettek, az egy régi írás, aránylag abból a korszakból származik, amikor még nem is tudom, tehát atomizátornak hívtuk, vagy hívták a porlasztót, és mindenféle ordas rezgések keltette gőzről beszélgettünk, vagy beszélgettek, mert akkor tudtuk, hogy ez hülyeség, de igazán... Na csak ezzel kapcsolatban szerettem volna reflektálni, mert a fórumon megpörgött a téma újra, és látok én itt friss kommenteket. Tehát én azt szeretném, saját magam nevébe csak kérem az embereket, de hát bárki saját belátása szerint kommentel, hogy azért nem így kéne megnyilvánulni, ahogy rögtön az elsőben látom, hogy édesanyád testrésze, hogy szült meg téged, és melyik testnyílásán, nem biztos, hogy ez szerintem célra vezető, biztos, hogy nem célra vezető a szórendet, akkor megcserélem is így. Tehát ezt nem így kéne. Lehet kultúráltan is hangot adni annak, hogy miért hülyeség az, ami oda le van írva, és akkor erre reflektálok visszanézve, már múltkor is volt róla szó, hogy itt is írták, hogy a kínai szar meg a kínai gagyi. Majd berakunk két videót, hogy is néznek ki igazából ezek a kínai zug likvid készítő üzemek. Nagyon érdekes kis videók egyébként, mert ahogy bedobtad, megnéztem, én az egyiket már láttam, a másikat még nem, az egy kis kézi kamerás felvétel, de ne úgy képzeljük el, mint a Szent Mihályi úton a négy emeletes házban, a konyhában tefáledényben kevergető 40 éves alsógatyában cigivel a szájából lógó faszit, szóval egész profi a történet. A történet ugye ott kezdődik, hogy mit szeretnénk. Tehát én, mint e-cigaretta fogyasztó, szeretném azt tudni, vagy látni, és most, ha valaki a magyarországi brand gyártók közül erre fölkapja a fejét, akkor azt mi nagyon szívesen vesszük és tesszük közzé, hogy néz ki egy ilyen laboratórium. Hogyan kevernek, hogyan ellenőrzik a minőséget, stb. Stb. Ugye a nagy csapda az, hogyha a élelmiszeripari minősítést írnánk elő, akkor az nem biztos, hogy nekünk megfelel, amikor ugye, és most kérek elnézést mindenkitől, aki egy cigarettát szív, amikor meg azt várjuk el, hogy gyógyszertári minőségű anyagokat használjanak föl. Értitek a dilemmát a történetben, hogy az élelmiszeripari minőség az nagyon sokszor, ha csak az alsó mocsoládi sonkagyártó gépsorra gondolok, az nagyon sokszor a mi igényeinket nem biztos, hogy kielégítené. Miközben a felhasznált anyagok meg gyógyszerkönyvi minőségűek. Tehát valahol a kettő közé kéne húzni a minősítést, nyilvánvalóan mindenféle egészségügyi és az alapvető sterilitásra vonatkozó szabályokat betartva, de ezzel nagyon el kéne gondolkoznunk, hogy mit szeretnénk. Mi, mint e-cigaretta fogyasztók, mit szeretnénk látni. És ha valamelyik forgalmazó vagy gyártó föltenne egy ilyen videót, azt szerintem mindenféleképpen meghálálná maga a piac is. Ha tudná, hogy hol és hogyan készül az, amit egyébként. Igen, csak nekem az a félelmem, hogy itthon nem találkoznál te olyannal, mint ami a videóban is volt. Nem tudhatjuk, amíg nincs. Ez az egyik, hogy nem tudhatod. És ha megnézed a kisebbik labort, az egy nagyon tiszta, nagyon egyszerű, bármelyik lakásban működtethető, méretű, kicsi labor volt. Tehát jó, a kínai az tényleg, ráadásul az nem is a legnagyobb kínai labor, tehát még csak nem is egy ismert e-likvid gyártó nagy laborja,
Mert ha valaki fölmegy mondjuk a hangszeng oldalára, és megnézi, hogy hogy néz ki a gépsoruk, amiben beöntik az alapanyagot, és a végén kijön a likvid, és kéz se érint, és kompjúterre kevernek, meg állítanak be mindent, akkor ahhoz képest az se volt egy olyan nagy történet. De ezek valahol szerintem fontosak kellene, hogy legyen minden egyes vaper számára. Mindaz mellett, hogy mondjuk külföldi laborokról se tudjuk igazából, hogy hogy működnek. Én szeretem a kézműves likvideket is. Lehet. Tehát én nem azért is kerestem ezt a két kicsit különböző manufaktúrális videót, hogy azért lássuk azt, hogy lehet így is, meg úgy is. Nyilván senkinek sincs ellenére, hogy nem automata gépsoron készül egy csokoládé, de mondjuk, hogyha mit tudom én, látnád, hogy milyen kézzel teszik be, és ez neked nem tetszene, akkor valószínűleg nem vásárolna belőle. Na de ha már túl vagyunk a folyékony témán, akkor jöjjön szerintem egy kis hardware is. És időrendben halad, nem is időrendben, inkább közelítve kis hazánk felé. Kezdjük először szerintem a legtávolabbival. Beraktam én egy linket, amin nagyon-nagyon agyalok. Az egyik ez az új DNA30 elektronikás HANAMODS lenne. Nem tudom, néztétek-e? Igen. Mert hát én ugye a... Nem? Én még nem. Nem mai csirke egyébként a történet, csinálták ők már ezt, a V2-es ugye még a DNA20-as volt, és nekem ez az itthoni Vapor Sharknál egy, illetve két mérettel nagyobb, tehát ez már az a férfias tégla, mint ez a régi, igazi Nokia-t. Igazi box mod, nem is, ezt már páncélkazett a módnak lehet nevezni. Igen, és vára tetszik nekem ez az anodizált ház, meg néztem én róla videókat, nagyon baba kis történet, mondjuk 30 watt, tehát, és egy darab 18650 van benne, viszont ez nem fix, tehát ez ha nagyon akarom, és van nálam egy csavarhúzó, még menet közben is tudnék aksit cserélni, mondjuk pass-through üzemmódban is, jajaj, Oszi meg fog fedni, pass-through üzemmódban is tudom használni, vagy tudnám használni, úgyhogy vagány lenne, de hát, mint minden vagány amerikai dolog, mindig az ára tart vissza, meg a vám, meg egyéb költségek, meg az áfa, meg a szállítás. Viszont nagyon baró kis cucc. Csak hát ilyenkor mindig jön Gergő, és azt mondja, hogy tehát 30 watton azt lemerítem fél óra alatt, és tehát nem is fél óra, meg nem 30 watton durrantanék vele, de igen, tehát mindig ezeket mint az új telefonokból hiányolom az üzemidőt. Pedig nagyon fain lenne. Ez volt az egyik. A másik, amit már neked mutogattam, Fifika, meg próbáltuk ugye Kuzit is rábírni, hogy hát mindenféleképpen kéne valami hasonló. Az meg a Ninja Mods-nak egy jópofa kis drip tipje, amivel el lehet szórakozni azzal, hogyha az embernek olyan kazánja van, ami viszonylag kicsi a luk, és nincs kedve furkálni, meg egyéb véglegesnek tűnő dolgokat csinálni, akkor csak simán rárakja ezt a drip tippet, amin egy iszonyat nagy luk van, már ahol levegőt veszel, tehát szívod be a gőzt, illetve a két oldalán láttam egy 2 millis, meg egy 1 millis lukat, és egy szabályozható, állítható gyűrűvel még plusz ezeket a lukakat tudod szűkíteni úgy, ahogy szeretnéd, és valami ordas füstöt ki tud így is tolni magából, és nem kell a kazánnal piszkálódni. Tudod, hogy mi jutott egyébként erről eszembe, hogy ezt már a cigarettánál régóta csinálják, ugye ez a levegőventilációs filternek hívják, igen. Amikor oldalt körbe van ugatva a cigaretta, hogy ott friss levegőt szívjon be a dohányfüsthöz. Egyrészt könnyebb lesz szívni,
Másrészt pedig szerintem ez hűtés valamennyire, tehát hogyha forró a gőz, akkor valamennyire ez hűteni is fogja a gőzt, illetve ezért, hogy levegőt kever hozzá, a TH-ját biztos vagyok benne, hogy csökkenti. Tehát viszont a gőzvadászatra meg ideális lenne. És tényleg, ahogy... Meg szerintem az a baj, hogy Kuzi nem látja benne a kihívást. Nekem tetszik, azt hiszem neked is tetszett. És szerintem, aki ebben látni fogja a kihívást, azt meg fogja csinálni. Hát ez, vagy fogom magam, vagy fogja magát az, akinek tetszik, és nincs hozzá otthon lehetőség, az meg legyártatja, mert tényleg fajék egyszerűségű a történet. Na, szóval ilyeneken gondolkoztam, mert mikor megláttam, hogy 2 darab műanyag gyűrű, meg 4 ógyűrű, 25 dollár plusz ugyanennyi szállítás, ott megremegett a kezem a megrendelés gombon. Tehát annyit nem biztos, hogy akarok érte adni. Bárha valaki megtámogat. Szerintem ezt ki lehet próbálni. Hát fogsz egy fúrót, és átfúrom a sima, persze. Belefúrsz, így van, és akkor kipróbálod, hogy egyáltalán érdemes ebbe valamilyen pénzt fetszelni. Aránylag gyorsan ki lehet deríteni, és ha érdemes, akkor csináljunk ebből, legyen ez az első e-cigi közösségi projekt, mindenki beszáll valamivel, ez most így kigyulladt a fejembe a LED, mert az energiatakarékos, és akkor csináljunk egy ilyen e-cigi projektet, közösségi finanszírozásból. Mi szállítjuk az ötletet, ugye? Nekünk már nem kell semmit akkor. Hát figyelj, azt az 50 dollárt, azt én beáldozom erre. Az ötletet igazából ami... szegény amerikaiak szállították. Igen, tehát az azért... Hát akkor azért én vagyok a kicsi ez kínai. Ez nem a te ötleted. Én vagyok a kicsi kínai. Egyébként meg csókoltatok mindenkit, tehát a faszteken így születnek a klónok. Csak ehhez nem csinálnak még egy hangoutot sem. Hát, na ennyi. Mi se csinálunk hangoutot, ugye? Mert podcast, de... Ja, podcast, csak bocsánat. Csak megszokod. Csak megszokom. Majd az első év végére. És ha már itt tartunk, és jövünk befelé az EU küszöbén, sőt, nem is a küszöbén, hiszen átlépjük a határt. Az osztrákoktól szakadunk befelé az M1-esen, és egy éles jobb kanyarral az irányt elvesszük egészen Kuzi felé. Mert hogy Kuzi megcsinálta a felszót, amiből az előző adásban már tettünk említést, és a felszó végre elkészült, manifestálódott, és 2 darab, illetve hát azt már nem mondom, hogy horinál is ott van egy, de 2 darab publikus prototípus elkészült, és ez most a, hogy mondják, ez a közösségi tesztelés címszó alatt azt mondta Kuzi, hogy akkor most ezt bedobjuk, 2 csoport, és szépen végigmegy 6-8 emberen a megfelelő tisztítás után, tehát nem mindenki az előző csilis gyilkost fogja szívni, mondjuk, amit a Gergő beletölt, vagy az én málnámat, azt az ízes finomságot, amit én használtam vele. De, na szóval az a lényeg, hogy itt van 2 készülék, megpörgetjük az országban 5-6 ember csoportonként, és a végére egy 10-12 vélemény nagyon faszán összegyűlik, és a végső kialakításában ez majd Kuzinak is egy az, hogy segítséget nyújt, 2 az, hogy a véleményeket ő is be tudja gyűjteni, és tegnap megkaptam tesztre, valamikor délelőtt megjött a postás, azt hiszem 11 körül beletekertem az első dual mikrokoilt, sikerült egy 0,5-ös tekerést belevarázsolni, és estig meglátogatott 2 fórumtárs, meg amit én eldurrantottam, az egy ilyen 15, de inkább 20 milli likvid volt vele, és hát kiraktam a videókat a e-cigi tesztek Facebook oldalára, nem tudom, néztétek-e, elmebeteg.
barátságos mennyiségű ködöt generált. Nem mindegyikhez írtam oda, de ment ott a játék is vele. A fiúk, amit szívtak, az 50-50-es leves volt. Amit én gőzöltem, az egy 70-30-as. És így. Ennyit. Na, szóval ez csak sima drip módban vattával. Én még kísérletezgettem ott a vatelines játékkal, meg a tankos verzióval is. Hát ott a tankosnál lusta is voltam. Először úgy döntöttem, hogy na majd a vatelinre, bocsánat, vatelinre, a vattára rátekerem én ezt a közbenső darabot, amibe belerakom a két levezető fémszövet csövet. Nem volt rossz, egy picit össze is borzolta kifele menet a vattát, meg rátapadt, úgyhogy csak ennyi volt vele a gondom. Aztán ma megjött itt az álmok futás Gergő meg közöttem, hogy csak egy ilyen egyszerű kérdésre volt, vártam volna választ, hogy Gergő, neked milyen hosszú vatelincsík van benne, és akkor itt ment a nem tudom, meg a kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, meg a háromszor olyan, mint amekkora a térfogat, meg azt a átmérőjének. Amennyit megkíván. Úgyhogy, hát én azt ilyen feszes, majdnem... De mindig nagyobb, mint a tied. Igen. Tehát én lementem 0-5-re, Gergő hangout 0-32. Jó van, mennyi Isten hírével. Úgyhogy neki is csináltunk videót, azt is föltettük, de szerintem még ma majd megpróbálom ezt a vatelinest, mert mondom, nekem olyan szoros volt, mintha egy jó régi vatelines patront megszurkáltál volna, tehát a tűt is nehéz volt az aljáig letolni. Nem volt rossz egyébként, tehát ilyen 3-4 slukkot még ezzel is elvitt. Utána már átszereltem üvegszálasra, utána kezdtem csak érezni, de akkor nekifutok ma még egyszer. Aztán meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni, de... Hát ebbe a szerencsés helyzetben vagy, hogy előbb tesztelhetsz, de hát mire hozzámér, addigra bizonyára már nem leszek olyan kis kezdő, mint Gergő volt, hogy azt se tudta, hogy kezd értekelni. Annyi hát volt egyébként nekem csak, ami így fölösleges volt idáig, mert én nem zártam el a lukakat, úgyhogy gyakorlatilag én azt a gyűrűt, amivel a levegőt lehet állítani, azt én el is távolítottam. De magán a modon kurva jól néz ki. Amikor az 5 is csatlakozott, azt alapból leszettem. Igen, igazából ez a levezetőszálas verzió érdekel használhatóság szempontjából. Nekem az, ami szerintem jól működtethető lesz majd, ha egyszer nálam lesz, és mondjuk, hogyha már meg lesz a kész verzió. Kuzi, mit mondott egyébként, hogyha minden jól megy, akkor mikor került ez ki a nagy nyilvánosság elé? Nem akarok hülyeséget mondani, szerintem a teszt után talán... 2 hónap? Hát, én március végére emlékszem. Március végére. Az biztos, hogy nekem is ugye a rohangászósra egy levezető szálas kéne, viszont azt a GS-ben, mármint hogy a Typhoon GS-ben nagyon szerettem, hogy megvolt a feedback, mert láttad a buborékokat a plexin keresztül. Most erre is azt mondta Kuzi, hogy lesz hozzá plexi, úgyhogy szerintem mire ez végleges verzióba kerül, addigra az is le lesz hozzá gyártva, akkor már azért jobban lehet majd látni, hogy most jól működik, nem működik, jól megindult, vagy elöntötte a kazánt, mert így a fémpalast mögött nem nagyon jön most semmi visszacsatolás, egyszer csak hallott, hogy szörcsök, mint az Isten nyila. Mondjuk nálam pont ez nem volt, de én szeretem látni, hogy fogy a likvid. Jön a bubi, vagy nem jön. Rá kell szívni, vagy nem kell rá szívni. Igen, az elején pont ezzel rontottam el, mert hogy valamilyen megszokásból úgy hagytam nyitva, aztán az a két furra nyitott 2 milliméteres levegőzőjük az nem termelt nekem annyi vákumot, hogy a bubi az dolgozzon, és menjen lefele a likvid, csak úgy a gravitáció vitte lefele. Aztán amikor állítottam, az lényegesen javult. Minden esetre, ami biztos, hogy a vatelines, illetve a drip üzemmód az nem változik
lényegében az előző verzióhoz képest, itt az újdonság az lesz majd, hogy lesz levezető szálas is, oda meg szerintem is mindenféleképpen kell a plexi. Hát ugye annyi változik, hogy az előzőben elszívtad mi az Isten, a vatta mellett. Ja, meg hát ugye egy két bekötési pont van, azt ne felejtsük. Igen, igen. Itt meg ugye középen ott lesz a levegőcső, mint mondjuk egy, átnézel egy Typhoon GT-re, egy szép hosszú levegőcső, ami egész lemegy a tekerés fölé, úgyhogy egyből, hát nem közvetlen fölé, mert ugye két bekötési pontod van, de gyakorlatilag arra tekered rá a vatelint, vagy úgy töltöd, mint a Typhoont, hogy fejjel lefele fordított, tehát nem az a átszívod még egy rohadt nagy kazántéren történet. Jó lesz. Szerintem akinek next-je van, az be fog ruházni egy ilyenbe is, még ha csak a drippet veszi meg. Meg ugye a másik dolog az, hogy lehet építkezni. Tehát a GSGT sorozatnak is ez volt a nagy varázsa, hogy lehetett építkezni ilyenről olyanra. Még mondjuk nekem az nem tiszta, hogy ez milyen konstrukcióban, vagy hogy lesz majd, mi lesz az alapkiépítés, mi az, amit külön meg lehet venni. Most pont ezen a paláston gondolkoztam, hogy mi van, hogyha nekem nem kéne fémmel, hanem plexivel kéne, hogy lesz, mint lesz, de gondolom majd kitalálnak rá valamit a forgalmazók, meg Kuzi, hogy lehet ez rentábilisan, meg hát igen, nem mindenki szakadt rá a Trezor, hogy megvegye a komplet szettet, vagy mit tudom is, én neki nem is kéne, mert csak drippelgetne, aztán neki bőven megfelelne akkor a legkisebb kiépítés, az meg pénztárca barátabb lenne. Na minden esetre így másfél nap használat után nem nagyon tudok róla rosszat mondani. Hát nem ez a 2 perc alatt beüzemelős történet. Ugye itt már játszani kellett, hogy izzik föl, mennyire izzik az egyik, mennyire a másik, jobban szárad, másikat is hozzá kell igazítani. Minden dual coil. Persze. Mondjuk én itt az elején, meg most is kérdezte tőlem Brenyó a Skype-on, hogy belefér-e a Clapton, meg belefér-e a tudom is én milyen ilyen-olyan sárkány, meg hát, tök tudja már, hogy hány ezerféle tekerés van. Tehát én is beleszaladtam az elején, hogy ahogy a szokás hatalmá alapul véve összeszereltem, és utána rányomtam a palástot, azért ott hozzáért a palást falához, tehát még ott igazgatni kellett, de egyébként tényleg nem tudok róla rosszat mondani. Hát nem ész nélkül kell beüzemelni, és akkor nem tud az ember csalódni benne, vagy nem is csalódni igazából, hogy nem tudja elrontani sem a módját, sem rövidzárat nem tud csinálni, úgyhogy még az nem kristályosodott le bennem, hogy mondjuk a Special Edition, ami ugye polírozva van, ott hogy fog kinézni ez a történet, hogy ezt is föl fogja polírozni, vagy nem tudom az a része, hogy lesz, de ezzel a szálcsiszoltal, a Next-tel nagyon babán nézett ki. Engem a lakásból már kitiltottak, arra lehet készülni, úgyhogy köhögős videót is tettünk föl a... Már neked van dublőröd. Hát nekem van dublőröm, akinek beletöltöm a 12-es levest, és szegénykém, mikor mondtam neki, hogy ezt föl kellett volna venni, akkor csináljuk meg úgy, hogy fölvesszük, és utána vígan beleköhögött, és szegénykém majdnem megfulladt. De neki is nagyon tetszett a történet, illetve itt volt még egy fórumtárs, ő is megnézegette, összenézte volna a Nikóval, hogy azon hogy mutat, de pont nem volt nála, de neki is nagyon tetszett a gőzképzése is. Ugye hát én elsősorban ilyen, hát most végig gondoltam, de hát nekem mind a három kell, íz is, gőz is, TH is. Úgyhogy az ízeket meg a gőzt azt nagyon adja nekem. Hát a TH ez meg olyan, amilyet az ember csinál bele, úgyhogy
így másfél nap után nekem ennyi a véleményem róla, akkor ezek szerint hozzád is el fog jutni, Fifika. A jövő hét elejére várom a kis csomagom, aztán szerintem még hétvége előtt, tehát az azt jelenti, hogy csütörtökön fel kéne adnom, hogy az utána következő is tudjam még vele foglalkozni, úgyhogy nekem olyan úristen, hát az azt jelenti, hogy kedden ér ide, akkor nekem két napom lesz arra, hogy szórakozzak vele. De szabik kérdés. Én is, de miután magánvállalkozó vagy így, azért ez annyira nem lehetséges, tehát éjjel-nappal dolgozunk. Nem tudom, hogy oldom meg, de legfeljebb két napig nem alszok, tehát ennyi. Hát olyan dolgot kell keverni bele, amitől nem leszel álmos. Vagy kiakasztom a táblát a falu elejére, hogy gőzfalba. Hát tényleg nagyon beteg, szóval itt tudod, mikor már nem mond a feleséged semmit, csak átmegy a szobán csöndben. Mi a gond? Semmi. Na, abból már tudod, hogy jó sikerült a tekerés. Hát itt játok itt a szívemet, én meg várok, mint a hétköznapi halandók szépen. Hogy... Hát de figyelj már, átjössz hétvégén, azt kipróbálod. Azt ennyi. Na, majd megdomáljuk, jó. Jó, csak akkor, most majdnem bemondtam a telefonszámom, meg a címem, képzeld, utána meg itt a kapunát. Adják egymásnak a kilincset, nem. Igen, ezt majd megbeszéljük. Úgyhogy kíváncsi vagyok a többiek véleményére is majd, mert így most Hori, Gergő, meg nálam van egy történet. Ez egy szép közösségi tesztelés lesz, tehát ezt így jó lenne egy helyen tartani, meg egy helyre gyűjteni, és aztán amikor kijön majd a végleges verzió, akkor meg lehet nézni, mi változott a tesztek alapján. A levegőcsőnek a belső átmérője az biztos, hogy változni fog, mert mondjuk én nem, tudod, nem vattom a vadászatot, illetve nem vadászom a vattot, de Gergőnek a tekerésével azt mondja, hogy eldugult a levegőcső is egy picit a kondensztől. Kockás lett a likvid, vagy mi? Nem tudom. A kondensz szerintem annyira lecsapódott, hogy ott már szörcsögött neki, úgyhogy, de azt mondja, hogy ez a megszokás fújt egyet bele, és használta tovább, csak hogy lehet azért ezt javítani. Azt mondja, hogy Kúzi egyébként gyakorlatilag nem kell nagyon változtatni, mert elbír annyit a falvastagság, van benne annyi, hogy minden gond nélkül a belseje föl lesz fúrva, és ennyivel megvan oldva a történet. Úgyhogy szerintem most van február majdnem vége. Én azt mondom, hogy szerintem ebből ilyen március vége, április elejére már, meg hát ugye hozzá is folyamatosan érkeznek a tapasztalatok, tehát lehet, hogy a harmadik, negyedik kör után már azt mondja, hogy most már tényleg minden problémára rájöttünk közösségileg. Egyébként ez, ha belegondoltok, ez nekem nagyon tetszetős megoldás volt Kúzi részéről, és eléggé jól tolja szerintem a történetet, tehát ez a belevonja a felhasználókat a tesztelésbe, nem az, hogy mert kitalált valamit, de hát rengeteg hangout van emögött. Ez egy ilyen közösségi kazán lesz tulajdonképpen, amiben sok embernek benne van az ötlete. A mi kazánunk. A mi kazánunk. Azaz. Mint ahogy amúgy minden magyar kazán a mi kazánunk. Magyar égre magyar ufót. Így van. És hát, hogy valami vidám történettel zárjuk ezt a podcastet, most már megtanulom. A villanypára oldalán megjelent egy végre értelmes és hasznos találmány. Ugye, aki nem tudja, piacra dobták az első Bluetooth-os EGO méretű e-cigarettát. Jaj, hagyjál már, én azt hittem az vicc, de ezek szerint komoly. Ami képes a telefont is vezérelni, tehát most már tényleg csak az kell, hogy a Google Glass-ba beépítsenek egy DNA 30-ast, és a szájmikrofonban meg drip tip legyen. Óvatosan azzal, mert hogyha a Google Glass 30 watton felmelegszik,
és megégeti a szára a fejedet, akkor az fájni tud. Hát a legfőjebb használni fogják a pszichiátrián. Jobb, na jobb. Ez az a kazán, amitől leég a szemüldök. Igen, igen, igen. Tehát ez szó szerint képes beleégni, beleégetni az emléket az ember fejébe. Úgyhogy nem tudom, hova fogunk fejlődni, tehát én már várom az első, mit tudom is én, 32 bites, 5,5 szoros OLED kijelzős boxmodot, amin mondjuk a játszani is lehet, pöfékelés közben. Hát ha játszani nem is, de Horinak láttad már a új kijelzőjét? Igen, 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 igen. Na, igen. Hát azt reptéren nem merném elővenni. Aki esetleg nem ismeri, Horinak van egy most készülő olyan módja, ami visszaszámol azt hiszem 5-től a LED kijelzője, és a végén terv szerint ki fogja írni, hogy boom. És az egész úgy néz ki, mint egy tenyérbe való pokolgép. Hát, mint ahogy az is a Becerra fantázia neve is, igen, úgyhogy ez nem a repülőtéri tranzitba való mód. De azért ne áruljunk el már minden ilyen titkos fejlesztést, mert még a NASA is ide fog járni ötletekért. De akkor garantálom, hogy sose jutnak el a Marsra, viszont irdatlan nagy füstkarikákat fognak tudni eregetni. Akkor viszont, hogyha így Kuzival fejezzük be a mai podcastet, akkor találóan adhatnánk neki azt a címet is, hogy a közösség ereje, hiszen bármennyire is a mester agyszüleménye, egy nagyon picit talán hazai véperek is beszálltunk az ötletelésbe. És hát köszönjük szépen egyébként, hogy gondolt ránk. Mindenkinek azt kívánom, hogy élje meg a közösség erejének ezt a fajta élményét. Na, ennél szebb végszó nem is lehet. Ámen. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.